elmúlt 30 év, tehát a liberális Magyarország visszaállítása során a szomszédos trianoni magyarság lelkileg, létszámban, gazdasági erőben, iskolarendszerben, egyházakban rendkívül hatalmas, szinte leírható, de idézőjelben mondom, leírhatatlan veszteségeket szenvedett. A trianoni kérdés most 2019-ben Erdély megszállásának a 101. a felvidékre bevonuló cseh megszállás és a délvidéki szerb megszállás 101. és a trianoni békeparancs 99. és 100. évfordulója között körülbelül félúton vagyunk most ezekben a hetekben, a hónapokban. Most az a helyzet, hogy Trianon fénykorát éri. A román kormány egy több évig tartó diadalittas győzelmi ünneplés sorozatról hozott döntést. A román kommunista, tehát szociáldemokrata kormány. Romániában Trianon elismeri pozitívumnak, mint a bal oldal, mint a jobb oldal. Romániában a liberális politikusok sokkal tisztábbak, mint a kommunisták. Ez egy nagyon érdekes dolog, de ez mindegyik szomszédos országban így van. Magyarországon pedig tudom azt, hogy különböző állami intézményeknek kell mindenféle terveket készítsenek. Magam is készítettem az elmúlt hónapokban ilyen tervet, de a Trianon revíziója kapcsán nem történik semmi. Ez negatív történelmi folyamat, kétségtelen. A három lehetőség a következő: Trianonról beszélünk, Trianon kapcsán. Egy, elfogadjuk Trianont, maradjon minden így, ahogy van, tehát a 1947-es most hatályos nemzetközi egyezményünk értelmében maradjanak ezek a határok, majd csak lesz valami, talán majd lesz autonómia, majd talán majd mindenkori szlovák vagy román kormányok rájönnek, ukrán kormány, szerb kormány, horvát, szlovén kormányok rájönnek, hogy milyen sovinisták voltak eddig, és majd adnak jókat. A tény ezzel szemben az, hogy nem adnak jókat, hanem elvesznek az élet minden területén. Az iskolától a gazdaságig, a vagyon visszaszolgáltatás, tulajdon szerinti visszaszolgáltatástól a színházi, kulturális, akármilyen helyzeti bezárólag mindenhol elkoboznak, elvesznek folyamatosan jókat, miközben a magyarság, a magyar etnikum lakosság lélek száma mindegyik szomszédos országban kivétel nélkül csökken, mert menekülnek mindenki, vagy a csonkaországba, vagy a világ túlsó végében. Az első lehetőség tehát a magyarság halálát okozza. Pozsgai Imre körülbelül 20 évvel ezelőtt a szarvasi halászcsárdában az ottani evangélikus lelkésznek, nekem halászni közben azt mondta, hogy ha a szomszédos országban az összes magyar már beolvad, vagy elmenekül, a románok, szlovákok, szerbek akkor is gyűlölni fogják a csonka országot, a csonka Magyarországot, mert még akkor is azt fogják gondolni, hogy vissza akarjuk venni a régi területeiket. Területeinket őtőlük. Ez egy érdekes gondolat, valószínűleg pozsgai professzor úrnak ebben igaza volt. Miért mondom fontosnak ezt az egyes számú lehetőséget, hogy fogadjuk el Trianont? Úgy gondolom, hogy a mai magyar, mondjuk 9,5 millió magyarországi állampolgár közül több mint a fele ezt az álláspontot hallja. Én békességben, ne legyen itt már semmi, kitértek el, az majd lesz valami a székelyekkel, egyébként is miért kapnak azok szavazati választójogot, meg stb. És miért kapnak az ottani egyházak támogatást, stb. Ez a budapesti kommunista, valós proli mentalitás, ami a liberálisokra még nagyon agresszivitással jellemző, mint a szocikra, tehát az ősmarosokra, mert ugye a Magyarországon most konzervatív ideológia van hatalma, már a jóistennek, viszont a baloldal két nagy történelmi ideológia, a liberalizmus, meg a szocializmus, ebb most került hatalomra Budapesten október 13-án, tehát nem akármiről van szó. Trianon kapcsán, Trianon megítélése számára. A második lehetőség a területi autonómiát kiharcolása ott, ahol ez lehetséges. Először is Szlovákiában, kb. 15-20 évvel ezelőtt a politikai pártok megegyeztek, a magyar politikai pártok is abban, hogy mindenről szabad beszélni, de a területi autonómiát nem szabad fölvetni. Tessék megnézni, most már 3 vagy 4, 3,5 szlovák kijelölt magyar politikai pártban mindenről beszélnek, a területi autonómia elő sem jön, miközben a 938. november 2-án az első bécsi döntéssel visszajött
kicsit keletítve mondom, 12.000 négyzetkilométeren, akkor 86,6%-ban magyarok laktak, most már talán 50%-ot se éri el az ebben a magyar többségnek mondott sávban a magyarok össznépessége. Tehát ott az autonómia gondolat elő se jön. A szlovák politikára rendkívül érzékeny, mindegy, hogy a Mecsiárék, vagy a szlovák keresztény demokraták, vagy a Ficóék, a magyar kormánynak a nagy szövetségesei vannak hatalma. Tehát nagyon érdekes dolog az, Trianon kapcsán mondom, hogy a V4-ben a saját halálos nemzetünket likvidáló ellenségeinkkel vagyunk egy nemzetközi szövetségben. Pont. Romániában két helyen mondták ki a területi autonómia fontosságát, a Székelyföldön, ahol ennek valami realitása az emberek szívében, lelkében van, csak nemzetközi jogilag nincs. Ugyanis a NATO-nak és az Európai Uniónak, a mai két nagy politikai és katonai európai legnagyobb, legerősebb szövetségnek a területi közigazgatási, tehát totális katonómia mintájú autonómiára vonatkozó rendeletei, rendelkezései, törvényei nincsenek. Például van valami kevés, csak semmi nem valósul meg belőle. Az Európa Tanácsnak van a több úgynevezett ajánlása. Ezek számunkra ellátott ajánlások. Ilyeneket mond ki az Európa Tanács, hogy mindegyik ország el is fogadja, aztán el is felejti. Nem szabad történetileg kialakult etnikai többségű területek etnikai belső viszonyai előszakos módon betelepítéssel, ipartelepítéssel, stb. Megszüntetni. Aláírja Románia, majd megszünteti az etnikai többséget, ott, ahol csak tudjuk. Tehát a területi autonómia borzasztóan nagyon fontos, nagyon támogatom is a Balázsékat. Magyar hősöknek tartom őket, azonban a realitásával, az autonómiával,nak súlyos nemzetközi jogi és de facto tényleges gondjai vannak, mert akinek joga van, amely szervezetnek joga volt a területi autonómiát adni a délvidéki, romániai és felvidéki erdélyi magyarságnak, a román, a szlovák és a szerb kormány. Nekik pedig nincs. Az egyik nagy magyar autonómia arcos párjára megkérdeztem, hogy van-e a román parlamentben egy olyan országgyűlési román etnikum képviselő, aki területi autonómiát akarna. Az illető azt mondta, hogy olyan nincs. Megkezdtem tőle, hogy tessék mondani, akkor hogyan tudjuk az autonómiát elérni, majd nemzetközi jogilag rájuk kényszerítjük. Tud-e valaki olyan magyar kormányzati követelésről, amelyben a magyar kormány az Európai Uniótól vagy a NATO-tól azt kérte volna, legjobb tisztesség és hangon, ahogy ez kell is egyébként, hogy hát vizsgáljuk felül akkor a romániai magyarság, stb. Autonómiáját. De van még itt másik szempont is. Ha kérni a magyar kormány, azonnali hatalmas két méter nagyságú nem lenne a válasz. Miért is? Azért, mert hogyha az Európai Unió hozna arról egy döntést, csak ajánlás formájában, tehát a semmit sem kimondó, komolyan kimondó ajánlás formájában, hogy mondjuk a Székelyföld kapjon autonómiát. 5 percen belül a franciaországi vallon, flamandok, occitánok, stb. Azonnal Franciaországban 8-10 autonómia kérelem keletkezne. Franciaország széthullana, Spanyolország azonnal széthullana. Angliában mi is lenne a veszélyekkel? A skótokkal? Tételezzük föl, hogy a román parlament megtáltasodik, és vagy nagyon berúgnak, vagy megszállja őket a demokrácia, vagy a magyarság közismert szeretete a románság részéről, és a Székelyföldnek azonnali autonómiát, területi autonómiát adnak, Kiszeredában vagy Marosvásárhelyen magyar miniszterelnökkel, helyi parlamenttel, ahogy ez kell. Abban az esetben két folyamat zajlik. Az egyik az, hogy ez a mini Magyarország Erdélyen belül, tehát a Székelyföld autonóm köztársaság, mondjuk ezt a nevet, Románia, Nagy-Románia államhatárait nemzetközi jogilag megerősíteni. De van ennél nagyobb is. Az, hogy a Szórvány Sütő András falujából, vagy Dél-Erdélyből, vagy Fogaras-Hunyad megyéből azonnal házat vásárolna Csicsicsóba és beköltözne a székely falvakba. Tehát a székely autonóm köztársasággal létrejönne, azzal
abszolút 100%-a román többségűvé tennénk Erdélynek a székely autonómián kívüli területeit. Arról nem is beszélve, hogy az egész irreális, amiről beszélünk, mert a román parlament inkább a háborúig vinné el a helyzetet Magyarországgal, vagy mindenki szomszédjával, ugye Románia az az ország, hogy minden szomszédjától területeket robolt el, és tart mai napig megszállása alatt. A harmadik lehetőség a területi revízió. A területi revízió az azt jelenti, hogy a magyar többségű területeket, vannak ilyenek a Kárpát-medencében, elég komoly magyar milliós tömbök vannak magyar többségben, különböző országokban, valamilyen nagyhatalmi segítségre visszacsatolni Magyarországhoz. Itt is az a fő kérdés, mint az autonómiánál, hogy mi a realitása. A pillanati helyzetben úgy látszik, hogy nincs semmi realitása, mert az európai hatalmak, nagyhatalmak, hogy mindig a nagyhatalmak csinálják a nemzetek a történelmet. Nagyhatalmi segítség van-e? Ez a kérdés. Ezeket az 38-39-40-41-ben az európai nagyhatalmak úgy látták, hogy a magyarokat esetében meg kell oldani a trianoni határok kérdését, mert ezek a határok nem maradhatnak. Három ilyen hatalom volt akkor, eleinte öt ilyen nagy hatalom volt, Németország, Olaszország, Anglia, Franciaország, és 1940-ben a Szovjetunió a második bécsi döntés előtt Sztálin elvtárs, a Dzsugasvili Jóska, valamint a külügyminiszter, a Molotov, aki akkor még élő ember volt és nem koktél, Molotov koktél, ők támogatták Kristófi követet és a magyar kormányt, hogy 1940 tavaszán Kristófinak azt mondta Sztálin, hogy még mindig akarják-e önök Erdélyt. Igen, Marsal. Akkor most támadják meg katonailag Romániát, most jött el az ideje. Kristófi mondta, hogy kormányomat tájékoztassa, mondta neki a Sztálin. Molotov többször kinyilvánította. Tehát, nagyon érdekes, gondoljunk csak bele, hogy Trianon látószögből, ha nézzük a határkérdést, 1938 és 1939 és 40-ben, három hosszú évben volt egy időszak, amikor öt európai nagyhatalom volt még rajtuk kívül európai nagyhatalom. Hát Olaszországban ő mindig olyan kisebb nagyhatalom, katonailag, gazdaságilag is. Az összes európai nagyhatalom azt támogatta, hogy Magyarország határait ki kell igazítani. Jött a világháború vége, 1944-ben, és most jön az Egyesült Államok nagyon érdekes és pozitív szerepe, 1944-ben ugye arra keresem a választ, hogy van-e realitása most területi revíziónak. 44-ben a külügyminisztérium Amerikában, Washingtonban csinált egy titkos jegyzéket, amit pár évvel ezelőtt nyilvánosságra hoztak, én olvastam magulul. Benne van az elnök számára, hogy majd ha jönnek a béketárgyalások a háború lezárása után, akkor a közép-európai térségben milyen álláspontot képviseljen a külügyminisztérium szerint az USA elnöke. És ebben olvasom, hogy a jugoszláv magyar államhatár a Tito miatt, ugye Tito jó kapcsolatban volt a nyugatiakkal akkor a Kariban, hagyják a 920-as szinten, tehát a mostani 2019-es szinten, és a csehszlovák magyar határ, azt Magyarország javára módosítsák, ez az igazság, ilyenek az etnikai viszonyok, a román magyar államhatár pedig ne a második bécsi döntés, észak, délkelet, nyugat, határvonalat húzzanak meg, hanem a Székelyföldet hagyják Romániánál, de a szatmárnémeti, nagykárolyi, nagyvárad, arad, temesvár vonalnál egy 10-20 kilométeres sávban tolják el keletre, Bukurest felé a határt. Ez 5-6 magyar nagyváros és tömértek több száz falu visszaték adását jelentette volna Magyarország számára. És végül a Sztálin álláspontja megváltozott, és nagy hatalmak az érdekei szerint döntenek, nem a barátságok szerint, ugye, Churchill óta tudjuk, és hát Magyarország visszakapta a trianoni sűrűsbított, három faluval sűrűsbított határa. Tehát miért mondtam el ezt a hosszú történetet? 2019-ben is a világ történelmét nagy hatalmak intézik. A nagyhatalmak között tudunk egy vagy két olyan nagyhatalmat magunk mellé állítani, akik azt mondják, hogy egy európai diplomáciai vagy katonai konfrontációnál, összeütközésnél, amelyben mi is benne vagyunk, a magyarok mellé állunk, hogy stabilizálhassuk a helyzetet. Na, ott lehet a trianoni
Csak az a kérdés, hogy vannak-e barátaik Európában? Mondok több barátot. Például itt van az Oroszország. Putyin, nem tudom mikor volt ilyen barátuk az orosz politikusok között, mint most Putyin László. Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor, ő excellenciája, Putyin Lászlóval nem csak a nőkről, meg a fociról beszélget, hanem a közép- és délkelet-európai helyzetről. Kettes pont. Putyin 2 vagy 3 évvel ezelőtt azt nyilatkozta, amikor az amerikai csapatokat kezdték telepíteni Romániába, most Romániában több az amerikai rakéta, mint a medve. Tehát elég tekintélyes medveerő és amerikai rakéta erő van most beveszelőtéségében Romániába. Putyin azt nyilatkozta, hogy Románia az nem tétel, 30 perces ország. Ezt nem úgy gondolta, hogy 30 perc alatt végig lehet rajta száguldani autópályán, hanem légierő, stb. Tehát egy katonai összeesküvés, mert a nagyhatalmak így gondolkodnak, az erő és az érdek alapján. Az érdek biztosítja az ő alapvető érdekeik kinyilvánítását, a katonai erő pedig ezeknek a megvalósítását. A másik pedig az Egyesült Államok, a másik nagyhatalom. Németországgal alapvetően gazdasági kapcsolatok vannak, mert a német bajor politikusokat leszámítva, a német politikusokhoz képest mondjuk egy részeg cserebogár az egy észkombánynak számít, mert ideológiai alapon nézik a világot és nem érnek alapon. De hát remélem, hogy Németország majd trianoni határkérdés ügyben is Magyarország mellé áll, hogyha olyan helyzet alakul ki. És mondok egy negyedik nagyhatalmat is, Törökország. Milyen érdekes, hogy a mostani magyar kormány amiatt kritizálják, hogy egy tulajdon NATO szövetségesével nagyon komoly gazdasági és katonai kapcsolatokat épít ki. Ez helytelen álláspont, és helyes az, amit a magyar kormány csinál, hogy Erdogan és a Törökország és Magyarország hadipari együttműködést csinál. A jó gazdasági és jó politikai kapcsolatok előbb-utóbb a trianoni kérdésben ezekkel a nagyhatalmak kapcsán mondom, meghozzák az eredményét, hogy mikor, hogyan, miként az adott helyzet dönti el. A történelem mindig hoz lehetőséget. Hogyha a magyarokba a végére hagytam a legfontosabbat, tehát a lélek trianon kapcsán megerősödik, hogy mi nem vagyunk elveszett nép. Nekünk olyan erős történelmünk van, ami erőt kell adjon. Trianonnal külső és belső okai voltak, 920 előtt, főleg 914 előtt. A külső okok közé a nagyhatalmi okok, meg a szomszéd népi okcsoport tartozik. Ugye a nagyhatalmak, angolok, franciák megcsinálták az Antantot, a németek, osztrák, magyarok pedig a kettős, hármas szövetséget, és az ő katonai fegyverkezésük, stb. És hogy Clemenceau 1919-ben azt akarta elérni a végül konferencián, hogy Németországot gazdaságilag katonainak megsemmisítsék, és hogy Németország soha többé nagyhatalmi szövetségesre ne találjon Európában. Emiatt bombasztották szét az osztrák-magyar monarchiát. A szomszédnépi, tehát a külső okcsoport szomszédnépi okcsoportjával pedig azt tartozik vele, hogy a csehek, a románok és a szerbek 1914 előtt Magyarország területéből óriási területeket le akartak harapni. Csehszlovák első külügyminiszter Kramárs azt írja 1921-ben vagy 1922-ben, hogy mi csehek, amikor terveztük a leendő Csehszlovákiákat, úgy gondoltuk, hogy Magyarországból Budapest és közvetlen környéke maradt. Tehát rémisztően képzelések, tehát a magyar nemzet megsemmisítésével gondolkodtak. Trianon belső okaiba tartozik a szabadkönyvesség, ugyanis hogyha egy országot, egy nemzet kohéziós, összetartó erőt meggyöngítik belülről, a belső erő, mondjuk durvább kifejezésről a belső ellenség, akkor az a nemzet a következő nagy nemzetközi konfrontációba megsemmisül, széthullik, mint az oldott kéne. Az országos levéltár irataiból kiderült számomra, hogy a szabad könyvesség az egy baloldali szervezet lett. Huszár Károly 1921-ben azt írja egy kis könyvecskében, Huszár Károly 19-20 fordulóján miniszterelnök, kereszténypárti miniszterelnök, Hortit ő választatja meg a Kovászkori Bocsára kormányzóvá, tehát Huszár Károly egy jelentős miniszterelnök, keveset tudunk róla, hogy a magyarországi szabadkövesség nem más, mint a Magyarországra
bevonult radikális ateista zsidóság harci szervezete a keresztény magyar nemzetállam ellen. Most Magyarországon két nagy párt működik, az egyik a kormánybarát, a másik a kormány ellensége. Ide tartozik a most Márton László vezetésével működő, alapításával működő Martinovics Páholy, amely a mostani Orbán kormányok elleni utcai tüntetéseket szervezi. Erre nekem konkrét adataim vannak. Ez a belső ok, Tianon okairól beszélek, nem másról, ez a belső, a magyarság összetartó erőit meggyengítő szabadkülönbességnek nevezett belső ok napjainkban teljes erőbedobással működik és dolgozik. Ezt szerintem a kormánynak, még inkább a parlamentnek előbb-utóbb rendezni kellene a szabadkülönbség betiltásával, amely nagyon nehéz kérdés, mert a mai európai szabadkülönbség rettenetesen erős. A szabad egy példát mondanom, amikor őszentsége a mostani jezsuita pápát megválasztották pápának a konklávéban, akkor 27 vagy 28 európai, úgy írták a magyar sajtóban helytelenül, hogy európai szabadkönyves Páholy, nem, európai szabadkönyves nagy Páholy köszöntötte. 27-28 európai magyar, egy magyar Páholy is, nagy Páholy is, 27 vagy 28 nagy Páholynak körülbelül olyan 5000-6000 szabadkönyves Páholy van. Tehát a pápát az európai szabadkönyvesség legalább 80-90%-a köszöntötte. Szabadkönyvesek pápát nem köszöntenek, mert a szövetkönség egyik legfontosabb célja az egyházak likvidálása, megsemmisítése és az Úristen, mint olyan kukába, Jézus Krisztusnak kukába dobása. Csak akkor üdvözölnek egy pápát, hogyha a pápa őket erősíti, és ez kölcsönös. Ferenc József az első világháború előtt 10-12 évvel, mint apostol király meglátolta, hogy az egyik közismertne szabadkönyves bíborosból pápát csináljanak, most már ez ugye Magyarországon köztársaságban és apostoli királyságok nincsenek, vagy ha vannak, akkor nem olyanok. A szabadkönyvesség olyan drasztikus előtt képvisel a mai Európában, hogy a sajtójuk, a kulturális intézményei, az ösztöndíj rendszerű. Most hallottam, Svájcban szabadkönyves katonai alakulat is létezik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy katonákat beszerveznek, akik nyugdíjba mennek, és szolgáló kívüli tisztek, altisztek, és értenek a fegyver forgatáshoz. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. A szabadkönyvesség nem csak az első világháború előtti Európát, hanem napjaink Európáját is két kézzel tartja kézben. Nemrég Magyarországon németül megjelent egy német úriembernek a könyve, amit én elolvastam már kétszer, leírja, hogy a német pápa, aki most vicces elnevezése, nyugdíjas pápa, ő megpróbált a szabadkönyvesség ellen tenni. Ennek a német könyvnek a szerzője az egyik német nagypápainak a helyettes nagymestere volt, minden dokumentumokhoz hozzáfért, és itt arról van szó, hogy a pápaságon belül az első világháború előtt óta, tehát kb. 110 éve, legalább 100, lassan 120 éve egy olyan küzdelem zajlik, aminek az a tétje, hogy több pápa kinyilatkoztatta azt, hogy ha valaki katolikus, akár pap, papi ember, akár civil világi ember, de katolikus, nem léphet be titkos szervezetbe, szabadkönyvességbe se, és ha belép, akkor ezt kommunikálni kell, tehát ki kell közösíteni a római katolikus egyház kereléből, hogy ezt megváltoztassák. Bár a második János Pál pápa szerint, e német könyv szerint, tehát szabadkönyves forrásból mondom, amit lehet tudni, mert ők a hitelesek, a kilépett szabadkönyvesek az esetben. A második János Pál pápa esetében már fel akarták oldani ezt a kérdést, azonban voltak bíborosok, főleg német bíborosok, akik ezt megváltották. Tehát továbbra is fenntartották azt, hogy római katolikus emberek, hív emberek, mindegy, hogy egyházi, szerzetes pap, vagy egy civil polgári ember, ne lehessenek a szabadkönyvesség tagjai. Megítélésem szerint most a Vatikán arról szól, hogy küzdelem, szabadkönyves papok egyre magasabb grálisra a papi hierarchiába jutó papok részéről, hogy ezt a rendelkezést kivegyék. Mert ebben az esetben
egy emberültő alatt a római katolikus egyházat megsemmisítik, úgyhogy működni fog szabadkönyves irányítása. Nem véletlen, amit mondok, mert Európában, például a mai Franciaországban csak szabadkönyves miniszterelnökök és államelnökök vannak. Olaszországban majdnem mindig a Salviniékat leszámítva, a jobboldali, újabban fejét fölütő olasz, egyre erősebb államisten politikai erőket leszámítva, Olaszország Garibaldi csinált a Garibaldi, óta Garibaldi szabadkönyves nagymester volt, a nagymesterek tanácsának elnöke. Tehát az egyes számú szabadkönyves Garibaldi azt volt egy olyan terve, hogy a Garó egyesítik Olaszországot, akkor hadseregében megrohanja Vatikánt és a földet teszi, lerombolja a Vatikánt. Ugye a nagy Garibaldiban, ahol ezt mi nem tudjuk, mert nem tanítják az iskolában. Tehát az a helyzet, hogy a mai Angliában, például Svédországban, ott a királyi dinasztia egyik másik hercege a nagymester. Most Svédországban voltak előadásaim, ott hallottam biztos forrásból, hogy most a svéd dinasztia egyik hercege a svéd nagymestere, tehát ott egy kicsikét visszafogottabbak, ami az egyház ellenességet illeti. Tehát én úgy látom, hogy a mostani katolikus, illetve református egyházakon belül is, a reformátusságban, tehát szabadkőves volt már 100 évvel ezelőtt Magyarországon, unitáriusok, evangélikusok, katolikusok nem, két magyarországi egyház alkotta a szabadkővességet, az első világ 1920 előtt 75%-ban izraeliták voltak, és 25%-ban pedig reformátusok voltak. A mostani magyarországi arányokat nem tudom pontosan, de kétségtelen, hogy most Európában óriási küzdelem zajlik, hasonló az első világháború előtthöz, hogy ezt egyházpolitikai küzdelemnek, a szabadkőmesség belső harcának, vagy pedig a kultúrharcnak nevezünk, mint a kultúrharcnak nevezem, mert a több minden belefér, az mindegy, de az első világháború előtti időt eszmetörténeti küzdelmei napjaiban élnek tovább. Két olyan szempont van, amin a magyarság elbukhat. Az egyik a nemzetkutat végre és végzetes gyöngülése, másik a demográfia, egy kritikus szint alá menés, ahol már nincs visszaút. Magyarság szóval nem is odik, ha nem sikerül ezzel változtatni. Ami a magyar nemzettudatot illeti, tehát az első részét ennek a kettőnek, rendkívül sűrűs a helyzet. Ugyanis a Trianon az nem csak az ország testét, a határokat megvonva törte szét, hanem a magyar nemzet lelki egybetartozását is. Ugye most már a 20-as évek végén is beszéltek az erdélyi Erikon írói, akik hallhatatlan nagy magyar írók, a Zsidó Karácsony, Pendő Törkelemon Bernáttól egészen Nyíró Józsefig és Tamási Áronig és Kemény János Báróig és Bárfi Miklósig bezárólag. Erdélyről, külön, mint külön magyar világról, a transzilvánizmusról, mint külön magyar politikai, kulturális gondolatok, ugye határmesdjén van a politikuknak, a kultúrának, aztán a felvidéki magyar írók, ugye két háború között, vagy például a két háború közötti jugoszláviai magyar írók. Most sok nevet tudnék itt felsorolni. A második világháború után, amikor a Trianon megismétlődött, az a folyamat, amely a magyarság lelki összetartozását biztosítja, még durvábban szétszakítatott. Ugyanis a kommunista országok, amelyek egymással szövetségesek voltak, mindegyik szomszédos kommunista ország a legdurvább küzdelmet folytatta a magyar nemzet, tehát összetartó nemzettudat ellen. Ahogy az előbb mondtam, meghirdették a magyar nemzeti, magyar a polgári nacionalizmus elleni küzdelmet, ami azt jelenti, hogy például a minimálisra csökkentették a magyar történelem tanítását és a magyar szépirodalom tanítását az iskolában. A magyar nemzettudatot nem a matematika, meg a kémia, meg a fizika egyik nagyon fontos tantárgyai, meg ahogy mondják, ez az állampolgári ismeretek, meg ilyesmi, nem ezek adják, hanem a történelem ismereti tantárgyak, meg a szépirodalom ismereti tantárgyak, a nyelvtörténet, meg stb. És ide sorolom, ezeket minimálisra leszorították. Én nekem például van egy Ceausescu korszakból egy olyan 15-20 kötetből álló liceumi
tehát román középiskolai magyar tankönyv, a románoknak a tükörfordítása Mihály Vajtáról, Mircecser Máron, mert még a Drakuláról is több szó van benne, mint a mi nemzeti nagyjaikról. Na most, ha ezt egy-két éven már csinálják, az semmi, azt ledobja a nemzet. De hogyha ezt 100 éven keresztül csinálják, akkor olyan magyar fiúk, lányok jönnek ki a 8 osztályban az érettségi után Szlovákiában, Romániában és a délszláv államokban, Horvátország, Szlovénia és Szerbiában, akik nem tudják azt, hogy ők magyarok. Ugyan élnek. Nem véletlen, csak egy példát mondok, hogy milyen szörnyű következményei lesznek ennek. Szlovákiában a magyar szülők, akiknek a gyermekük eléri 6 éves korosztály, iskolába kell iratni, nagy része szlovák iskolába iratja a gyereket, mert anyagilag majd a gyerek leérettségizik, jobb helyzetbe kerül. Hát, mint magyarul tudó, nem biztos, hogy jobb helyzetbe kerül, de a magyarságát egészen biztosan, a drasztikusan suviniszta magyar ellenes és szlovák iskolarendszerben elveszíti. Ugyanezt a folyamatot látod kibontakozni Erdélyben a Szórvány vidéken. A leendő erdélyi autonómia nem lesz, de a tervezett erdélyi autonómia magyar iskoláiba, ott vannak jó magyar történelmi és irodalom tanárok, ott más helyzet valamennyire, aki bátor történelmi tanár, az beszél olyanokról is, ami nincs a tankönyvben, de hogyha az egész magyarságot nézzük, és akkor még a Csongaország történelmi tankönyveit, meg magyar tankönyveit nem is néztük, ahol mindenféle a magyar ellenes szépirodalmat, a nyugatot, meg ezt a nyugat köréjét, Ignótusztól, ezt az egész betegesen magyar ellenes, liberális, judeoplutokrata, idegen szellemiséget tükröző szépirodalmat, és magyar hősöktől mentesített történelmet tanítanak. Remélem, hogy a mostanában talán 2020-ban már 21-ben bevezetem, hogy NAT-ban, a Nemzeti Laptantervben Takaró Mihályék hálázatos és megköszönése nagyon méltó tevékenység következtében ez változni fog. De ameddig és ez az én fő következtetésem, ameddig a területi szétszórtság, az, hogy 10 országban szétszórtva vagyunk, megmarad, és megvan, és megmarad, a magyarság jövője nem biztosított. Nem biztosított. A magyar iskolarendszerben bizonyos adott tanárgenerációk tanítanak. A tanárbácsik, tanárnéni, tanárurak, tanárnők az ELTE-n meg az állami egyetemeken végeztek zömmel. A katolikus egyetem, meg a református egyetemen, ott néha rosszabbnak érzem a helyzetet, mint bármelyik állami egyetemen. A ELTE az a magyar szellemiség mélypontja. Onnan olyan tanárgenerációk jönnek ki, akik tehát olyan diákokat nevelnek, olyan tanárokat nevelnek, akik olyan hallgatókat nevelnek a 8 osztályba, meg a gimnáziumokba, akik számára a nemzeti összetartozás nem lesz szempont. Mert ilyen tatárok vannak, hogy ismerjük meg Izrael államot, ismerjük meg, mi a liberalizmus lényege, ismerjük meg, mit jelent az, hogy demokrácia, 100 éve, 200 éve, és napjaiban a liberális demokrácia, stb. Gender elmélet, tehát vannak ilyen mélypontok, ugye a gender elmélet, meg a stb. Meg az európai népek összekeverése, ez most már az Európai Unió legmagasabb vezetői szintjére van beágyazva, van belőve. Tehát ezek a folyamatok Európában eléggé előre haladottabbak. Böcsülöm a magyar kormány, hogy a NAT módosítását nemzeti irányba elmeri végeztetni. Egy kérdésem van, hogy kik fogják írni a tankönyveket, tudom speciál, jó emberek írják a tankönyveket, és azokat mennyire fogják használni a rossz egyetemeken és főiskolákon végzett tanárok. Tehát ez egy 20 évet mondat, lehet, hogy ez 30 éves folyamat lesz. Lesz-e olyan kormány, amelyik 30 évig lesz? Mert hogyha a liberális és szociáldemokrata, a szocialista két nagy eszmetörténeti ideológiát való kormányok, valamiféle vegyes kormányai kerülnek Magyarországon, ne adja Isten, de ismét hatalomra, akkor ezeket a folyamatokat, tehát a nemzet egybetartozásának a törvényszerűségét mind felszámolják szépen törvényesen ráadásul, hiszen ők a liberális választókkal kerülnek hatalomra, és akkor a magyarságnak vége van.
Tehát a feladat hatalmas, a nemzetben gondolkodó, szakmai erők, tanárok, NATO-t író szakemberek, történészek, irodalomtörténészek, Petőfi Irodalmi Múzeum. Egy küzdelem zajlik, amely küzdelemben egy 1100 évet a Kárpát-medencében megélt nép jövője a tét. Mátyás király idejében a Magyarországnak mintegy 4 millió lakosa volt. Akkor az angol királyságnak is 4 millió lakosa volt. A 4 millió magyar alattvalónak Mátyás király idejében körülbelül 75-80% a magyar etnikumú volt. Jött a török hódítás, három részre szakadt az ország, Trianon az nem egyszer volt, Trianon többször volt. Az első nagy Trianon a török-osztrák háború hódítás idején három részre szakadás, és Jancsó Benedek a nagy történész 930-ban halt meg, székely ember volt, ő is. Azt írja az egyik újság cikkét, amit a Budapesti Hírlapban tett közzé, hogy amikor 1717 után a törökök kiverték a temesi válságból, és Habsburg fennhatóság alatt létrejött az integritása, az integer magyar királyság, akkor összesen körülbelül 2 millió lakosa volt az egész Magyarországnak, és annak körülbelül egyharmada volt csak magyar. Ebből 1910-re az utolsó integrális magyarországi népszavazásakor a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal adatát mondom, Horvátország nélkül 18,2 millió lakosa volt Magyarországnak, és ebből 10 millió 55 ezer etnikai magyar volt. Tehát a 1,5 millióból, vagy jó 1 millióból pár száz év alatt fölmentünk. Mit jelent ez a folyamat? Hogyha a magyarok ügyesen politizálnak, anyagilag gazdagodnak, és néha egy 40-50 éves, másfél-két generációs stabilitások vannak, akkor a magyarok igenis képesek arra, hogy megújítsák önmagukat. De facto szaporodjanak, kultúrát csináljanak, mi más kell még, és megvédjék magukat és a jövőjüket. Na, én ezt várom mostani 2021. század második, harmadik, negyedik, ötödik évtizedének a magyarságától, hogy a stabilitás lesz, tehát nem lesz egy harmadik világháború, nem dől romba Európa, ha megsimítő a migrációtól, a megsemmisítő erejű migrációtól védeni a térségeinket, akkor a magyarok, mint Fénix madár, vagy a Rassi Bálint írja, egy Fénix madár föltámadnak és ismét demográfiai szaporodást csinálnak. Ha ezeket sikerül megcsinálni, akkor magyarságnak van jövője. Tehát a magyarok lehetnek nem pessimisták, hanem inkább derülátó optimisták, mert vannak olyan előremutató jelek, nem csak kormányzati politikai lépésekre, hanem gazdasági és lelki változásokra, az isteni megerősödése, stb. Ha ezek így mennek még vagy 50 éven keresztül, akkor a magyarság.